ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfej Jancsi YouTube oldalára. Ne feledkezzenek el lájkolni engemet a Kejfej Jancsi Facebook oldalán. Mostantól lágyabb ütemek következzenek. Volt egy ötlet, volt neki egy megvalósítása, nekünk tetszett, a kvázi megrendelő nem volt tőle elragadtatva, így aztán ebből a sorozatból egyetlen egy darab készült, azt most megnézhetik. Megnézhetik magukat, de nem magukat nézhetik meg, hanem Elek Ferenc színművészt, az Itt és Ott. Jó szórakozást! Köszönöm, hogy eljöttél. Az volt az elképzelés, hogy kirángatom a riportalanyomat és saját magamat abból a környezetből, ahol egyébként lenni szoktak emberek, de nincs benne ilyen összezárva X-el vagy Y-nal, mert az nekem természetellenes. Nekem. Felhívást intéztem a nézőimhez, hallgatóimhoz, és egy rokoni kapcsolat révén jött létre ez a lehetőség, ez egy pilot. Mindazok számára, akik nem tudják, mi az, ennek a sikeré múlik, hogy lesz-e folytatás vagy sem. Ezt mindenki ingyen csinálja, és köszönöm, hogy egy sztár elvállalta ingyen. Az az elképzelés, hogy egy természetes közegben, de mégse stúdió körülmények között tud-e valaki olyasmit elmondani magáról, beleértve a helyzeteket, a körülményeket, amit egyébként nem. Hogy vagy? Köszönöm szépen, most volt egy három hete, jött egy ilyen hasnyálmirigy gyulladásom, csak hogy ilyen volt. A semmiből? Kérdjük. Ne, hát nem, azért nekem voltak ilyen problémáim a cukromban, ilyen diabetes 2 közeli állapotban vagyok, erre kaptam egy gyógyszert, és én egyáltalán nem fogyasztok alkohol, de volt egy este, amikor elmentünk bulizni, és ittam 2 vagy 3 gin tonikot, és ettől hajnalra teljesen rosszul lettem. Úgyhogy most, hát ez milyen fura, hogy egy ilyen, nem olyan iszom, és akkor de mennyire befolyásolja ez a hétköznapokat? Hát annyira, hogy most egy ilyen szigorú diétán vagyok, ilyen natúrhúsokat tehetek meg. Tehát most cupákra nem hívhatlak meg. Most nem. És ez az igazság, hogy nagyon kedvetlen is vagyok emiatt. Mert hogy egyébként te nagyon szeretsz enni? Imádok enni, és nagyon szeretem az édeset is. Elsősorban mit? Hát az ételek közül nagyon szerettem, de most már muszáj múlt időben, mert állítólag most már nem jöhet vissza az a korszak, ahol hatalmas rántott szeleteket mehetek ilyen jó bundába. Úgyhogy és mit fogsz enni? Miről mondasz le? Hát erről példát se lemondok, lemondtam itt. És erről, oké. Okay. És erről ment is a tej, tehát a tej az tejött teljesen. A tejszín, tehát a kávéban már nem tölthetek. És hát most ami a legnehezebb, ez az édesség. Hát az a torták, nagyon szerettem. Ez így nem fog lehervadni az arcodról? Tehát hát, csak azért, mert kevesebbet eszel? Nagyon remélem, egy idő után erőt fogok belőle. Egyszerűen lejöttem az édességről, ha hiszed, ha nem. Akkor miért? Az is egy ható, ott nekem epeköve volt, ez egy 20, nagyon-nagyon nyomorult vagyok. Nem úgy és akkor volt, de és akkor volt egy ilyen epekő diétám, ami egyébként a legjobb. Tehát ezt nagyon ajánlom mindenkinek, aki egészséges és leszeretne fogyni. Ez az epe diéta, az csodálatos, az is minden natur volt, és nem lehetett édességet enni, mert rögtön rosszul. Mennyit fogytál? Akkor 18-20 kilót fogytam. Most már majdnem 20-at megint, de ugye ez most sokkal kövérebb vagyok, mint akkor voltam, amikor abból lefogytam 18-at. Tehát ebből azért most könnyebb volt 20-at fogyni. Te melyik lábbal keltél? Ballal, de mert úgy van az ágyunk, hogy én a bal oldalon vagyok. Ugye ez az áruház adottság volt, nagy kérdés volt, hogy melyik üzlet, végül erre az üzletre esett a választás, ahol be fogunk menni. Itt elsősorban ágyak vannak, tehát a beszélgetés is alapvetően az ágyak köré fog szerveződni, semmire sem muszáj válaszolni, semmilyen szituációban nem muszáj belemenni, semmi olyasmit nem fog elvárni tőled, amit egyébként szerintem helyzetgyakorlaton az egyetemen vagy főiskolán nem csináltál. Csak annyit kérdezek, voltál-e már itt? Itt még nem voltam. Megyünk? Megy? Persze. Erre az ágyra még vissza fogunk térni. Jó.
De... Így, vagy ide szeretnél inkább ülni? Hoppá. Hogyan viszonyulsz a testi érintésekhez? Nekem volt olyan barátom, és ez először a seregnél volt, nagyon jobban voltunk, azt mondta, hogy ha még egyszer megérintesz, leverem a szemeket. És ezt olyan hangon mondta, hogy magam is megrökönyödtem. Fura mondom, nekem semmi bajom nincs a testi érintésekkel, sőt, hogyha én például érzek valaki iránt valamit, vagy hirtelen úgy jön egy ilyen érzelmi tolulásom, ami tud jönni bármikor, akkor úgy megfogom és megölelgetem. Most azért ez a MeToo óta, ugye azért ezekkel vigyázni kell. Pécset, a posztot vezettem, és hozzáértem a verebes hajához. Pedig mi jobban voltunk, és nagyjából ugyanúgy förmett rá, mint ahogy rám förmettek annak idején még a seregben, és aztán azt mondta a Fiala, 50 évnél idősebb színész hajához ne élj hozzá. Igen, abban van valami, tehát mondom, azt, hogyha valaki megbubiz, vagy az nem biztos, hogy én már szeretném, de az egy másik, szerintem egy archoz, egy fejhez érni, csak az az egészen más, mint az ember hozzáérnek, vagy akármi meg is ölelik. Tehát szemben a fejhez ér, ott bárminek, főleg színészeknél, nagyon sokszor ugye hordunk parókát, beteg dolog, de hogy az ember hord egy parókát, vagy van rajta egy bajusz, és akkor úgy az ember ösztönösen védi. Tehát az ennek is szólhatott például, hogy az István nem szerette. Lesz még egy papír, gyere, menjünk tovább. Otthon milyen ágyad van? Otthon én úgy hívom, hogy elefántos ágy. Ez nem egy kemény, hát egy elefánt van rajta, például több elefánt. Az tetszett meg nekem nagyon, amikor szétváltunk a gyermekem mamájával, és akkor külön költöztem, és akkor elmentem egy bútoráruházba. Hát nem egy ilyen szép helyre, egy egyszerűbbre mentem, de és akkor ott úgy választottam, hogy kemény legyen, mert nagyon szeretem a kemény ágyat, egyszerűen jobban ébredek tőle. Visszaemlékszel az ágyaidra? Igen, abszolút. De a kis ágyadra is? Arra azért, mert láttam képen, tehát befolyásolva vagyok, egy rácsos ágyacska volt. De például, amiben nagyon sokáig voltam, az egy kanapé volt, ami kiúszható volt. Anyukámmal, amikor laktam az én szobámban, egy kanapé volt, és olyan kanapé, ami kicsit így, ugye attól, hogy így volt a háta, és hogy így kijött, így besüllyedt középen. Ezért mindig ilyen izében ébredtem. Biztos, hogy ezért is van egy ilyen hülye pózban, ezért is van, hogy... Most milyen ágyad van? Most ez az elefántos ágyam van, kemény matraccal. Mennyire kemény? Elég kemény. Szoktál-e álmodni? Ő szoktam. De könnyen alszol? Valamelyik nap azt mondta kedvesem, hogy rántott májalábot álmodtam. Azt mondta, honnan derült rántott ki? Rántott máj, úgyhogy hallgatta, és mondta, hogy agyon csókolt regak. Kimondta még, hogy rántott máj, és nem tudtam visszaidézni az álmot, de azt mondta, hogy rántott máj, és ez teljesen összejön azzal, amit most nem lehetek. És ezt is mondta, hogy próbáltam kivenni, hogy kivel beszélgethettél, és mondtam, hogy hidd el, hogy semmi nővel, egyszer valami biztos valami konyhással, hogy kérek rántott májot. Könnyen alszol? Nem, ezért podcastokat hallgatok rengeteget, és arra alszom el. Képzeld el. Hát ez a legnagyobb. De ha nem vagy egyedül, akkor is? Igen, mert általában úgy van, hogy ő előbb elalszik sokkal. És a fejhallgató? Nem, dehogy is. Az én kedvesem előbb elalszik, semmi nem zavarja, és őt néha még szereti is, hogyha megy. És ugyanez van reggel, nem tudom, akkor bekapcsolom, és akkor halkan hallgatom. Gyerekkoromban emlékszem, de most már megihletődtem, ez már neked köszönhető, meg a helyszínnek, ágy, hogy nem volt becsukva az ajtó, mert nem akartam, másfelől pedig volt irányfény. Apám nevezte ezt így, nem feltétlenül az én szobámban, hanem a pianinon volt, és miután mind a két ajtón üveg volt, ezért ez átlátszott. Ha jól emlékszem, nyitott ajtó, irányfény. Ez nagyon pontos, és ez nálam is volt, és mindig akkor éreztem magam nagyon, amikor hallottam kis duruzsolást a másik szobából. Tehát ha nem volt, akkor meg omogtam magamnak,
Az mi? Erre emlékszem, és még egy szörnyűségre emlékszem az álmokkal kapcsolatban. Nem kellett volna megkérdezni, most dől belőlem. Hogy például hallottam ilyeneket, hogy a falakból hangok jönnek. És ide azt hiszem, hogy nem voltam őrült, és nem is vagyok, de hangok jöttek a falakból. Most utólag már utána olvastam orvosilag, hogy valószínűleg akkor a hallásom, meg minden akkor alakult ki, és ezeket a vérzubogásokat hallhattam hangnak. De például ez nagyon félelmetes volt, emlékszem. Nagyon sokszor ilyeneket hallottam a falból, meg voltam győződve, hogy ez a falakból jön. Akarsz még velem beszélgetni tovább? Anyukám például, hát ezt nem mondhatom, de amikor nem tudtam elaludni, akkor például mondjuk meleg volt, akkor csinált nekem kereszthúzatot, és így simogatta a hátamat meg a fenekemet, és így el tudtam aludni. És ezt például nagyon-nagyon szerettem. Tehát ez bennem van még gyakorlatilag. Hova szeretnél ülni? Oda vagy ide? Ide, de lehet. Lehet. És ez bennem van, ez nagyon-nagyon jó. Volt gyerek szóval? Először a testvéremmel volt, és aztán lett egy... Aztán lett. Mennyire fontos a privátszféra? Nagyon keresett vagyok otthon. Egyébként most pont ezen gondolkodtam, hogy ilyen lakásnézésben. De van a urát? Tehát, hogy amennyit belenyúlok, akkor azt mondod, van, hogy... Hát persze, van, abszolút. Gyerekkorodban heti lágyban? Persze. Tudod, az előbb mondtam, anyukám hozta be nekem a kakaót. A kakaót meg a kiflit vele, és ott akkor ágyban. Debédelni? De nem volt ilyen probléma, hogy ne vihettük volna be. Persze, meg hát egy baromi rossz szokás ez is meg volt, hogy ebéd közben néztük a tévét rengetegszer. Ez, sajnos ez megmaradt. Ennél az egy nagyon rossz szokás, ezt csak mondom. De gyorsan eszik azért, mert nem figyel oda. De ez megvan. Tévé előtt asztal, hogy lehessen rajta enni? Abszolút. Persze. A tévé fontos? Fontos. És fontos... Ugye a következő generáció az már egyáltalán nem néz tévét. De azt is tudom, hogy nem. De neki még fontos. Sőt, háttérbe is megy a tévé. És most, hogy van ez a rezsifi, azt megbeszéltük, hogy legalább amikor nem nézzük, kikapcsoljuk. Ez ment 2-3 hétig. Most hazamegyünk, úgy kezdődik, hogy... bekapcsolom a tévét, és oda sem nézek sokszor, nem csinálom a dolgomat, és megy a háttérbe a tévé. Menjünk vissza az első ágyhoz. Kaptunk engedélyt, úgyhogy ha belefér, akkor... Szerintem cipőben is lehetne, de... Jaj, ott van a mikrofonom. Hát, ezt tényleg otthon nem fordíthat előre, mert... Nincs elfordulhat a mikrofon. Nincs nálam a mikrofonom, tehát ez így ebben a formában. És hogy például most mitől jutott az eszembe? Egy nagy rádiós sztár mesélt egyszer, nekem nagyon fura volt, hogy külföldön vagy itthon lefeküdt valakivel, neki az volt a mániája, hogy őt állandóan fölveszik, tehát hogy csak otthon szeretett nem életet élni, és otthon is. Tehát egyszer elmesélt azt, hogy az a két vége között az ágynak hogy gurigázott a nadrágjával, mert az volt a mániája, hogy a nő, akit aznap szedett föl, az el akarja lopni a nadrágjában lévő pénztárcáját. Tehát egyszerre figyelt a nem életre, és arra, hogy a nő, hogyha lehajol, akkor ne érje el a nadrágját. Jézusom. Igen, elég furcsa történet volt, mert láttam őszintén. Most hiszem, nézd nekünket kívül az... Én már láttam a szalag címet. Ezt akartam tőled kérdezni, pontosan ezt. Hogy... Egyrésztről például ez a, igen, tehát maga a látvány. Tehát ez volt a fejemben akkor, amikor ezt a műsort kitaláltam. Ez. Mondjuk Orbán Viktorral valószínűleg nem lehetne befeküdni egy ágyba. De ad abszurdum egyébként, tehát nem az ágy az intim,
amit az emberek csinálnak benne. De ezt akartam tőled kérdezni. Milyen a kirakatban élni? Megismernek, népszerű sorozatokban játszol, a színházban is sokat játszol. Figyelj csak, én pont azon a határon vagyok, hogy nem vagyok. És ezzel egyáltalán... Ugye? Nem az a gond. Figyelj, ha megigazítom el, mert kára fáj a hátam. Jaj, nem. Egy kicsit, jó, kösz. Így jó? Még lejjebb. Így jó? Most már jobb. Milyen párna van otthon? Ilyen keményebb gyógypárna, de nagyon sok kis pici párna van, mert nagyon szeretem azokat így magamhoz ölelni. Szóval kirakat? Igen, hogy én pont a határán vagyok, hogy én nem vagyok celeb. Tehát, és ez semmilyen rossz értelemben nem mondom, semmilyen nincs elég. De hogy azért nem szednek szét, látom, hogy megismernek, látom, hogy ebből egy jó párat, hogy nem tudja, honnan ismer, de vannak, akik ezekből a tévékből, de nincs ilyen problémám, hogy engem tényleg nem zavar. Én nagyon szeretem a szeretnek. Ha belegondolsz a főiskolai egyetemi évekbe, érzékeled azt a folyamatot, ahogy vetkőztél lefelé a szemérmességedből, mert hogy engedned kellett? Persze, és például legutóbb, ez egy 2 évvel ezelőtti bemutat az Istenhez a család, vagy hát inkább már tavaly így a pandémia miatt, ott a rendező arra kért, hogy az első 4 órát az gyakorlatilag félmesztelenül játszom, és ott próbáltam rávenni, de hát, hogy azért mégiscsak azért, hát, szóval tudom, hogy nézek ki, na, hát ez nem biztos, hogy senki. Hát, ugye elfolyok, hát mint egy paca, ezek ki. Nem kéne nézni, hát olyan szépen megértette velem, hogy pont ezt akarja, hogy ezek emberek és nem. Tehát most az, hogy arra kért, hogy... Szégyelted valaha is az alkatodat? Nem. Kezdett olyannyira nem, hogy egyszer törte. Nem az alkatomat nem szégyeltem, de azt tudtam, hogy mondjuk mit jelent. És nem biztos, hogy ott a nézők között játszunk, hogy nem biztos, hogy az biztos, hogy az nekem jó, hogy ott köztük megyek a lógó hasammal, meg mit tudom én, hogy az jó lett. De az inkább színházi érdek volt, vagy inkább az előadás érdekét jöttem, nem tudom, érted-e. Értem. De például volt ilyen, hogy belegugoltam egy szögbe, a Nemzeti Stúdióban dolgoztam, oda jártam az akadémiára, és átküldtek az orvosiba, oda szembe volt valami rendelő, hogy kapjak tetanuszt, mert hát egy szögbe. És akkor bementem, egy csomó gyakornok ott állt, és mint az orvos, jó, tolja le a nadrágot, és dumáltak tovább. Én életem nem kaptam tetanuszt, letoltam az egészet, és ott állt a nem tudom hány gyakornokkal együtt, egy szál izébe lógtam ott, és elkezdtek rögni emberre, csak addig, hogy a fenekébe tudtam. Mondom, nem mondták, azért toljam, mert szóval ilyen vagyok. Toljam le, akkor letolom. Látod, most például érzékeltem, hogy az érintéstől megálltál 6 centire. Pizsama vagy mesztelem? Télen pizsama, nyáron mesztelem. Egy hónap, 30 nap. Mennyi tavaszod egyedül, és mennyit a barátnőddel? 27-28, biztos, hogy egyik kászol. Melyik oldalon alszol? Én a bal oldalon, a rendezői balon. Akkor most én... Te vagy, igen, ott. Ja, cseréljünk helyet. Biztos, hogy nem volt elég kényelmes az oldalad. Nem tudom, hogy gondolod, hogy ez áll mögött. Hát például így 4 kézláb átmászni, most kifejezetten nehezemre esni. És milyen pizsamád van? Megigazítanád megint? Jaj! Megír azt le. Most? Nagyon jó. Na. Figyelj, alkalmazva. Jó. Belefér, hogy kinéznek a dolgok felé. A Lukasz Zokni most ciki lenne? Az nagyon ciki lenne. És voltam már úgy, mert én letoljom ezt az egészet. De volt már olyan, hogy kezdve nem figyeltem, és Lukasz Zokniba voltam valahol. Ez nagyon-nagyon-nagyon... Milyen pizsamáid vannak? Mi van rajtuk? Ilyen csíkoska, ilyen nagypapa pizsamák. Ezzel sok egyre nagypapám pizsamáiba aludtam és imádtam. És mindig, hogy legyen valami a lábam között, vagy takaró, vagy lepedő nyáron. Mekkora az egy? 160x200. Nagyjából. Egy paplan, vagy kettő? Kettő. Hogy ne húzzátok le egymásról? Igen, de azért én hajnalban le tudom róla húzni szegényben.
Igen, ezt ismerem. Szeretek bujkálni, nagyon szeretem. Emlékszel arra az ágyra, amiben elvesztetted a szüzességedet, vagy nem is ágyban vesztetted el? Emlékszem, ez az, amiről az előbb beszéltem, ezen a kanapén, képzeld el, így történt. Nagyon. Én nem emlékszem az ágyra. Emlékszem. Ha ágyban párnák közt, de nem meghalni, ki lenne az, aki rátörni az ajtót? Kinek hiányoznál annyira? Ki lenne az első? Hát én, nekem két-három barátom jut eszembe, most a kedvesemen kívül, aki szerintem megtenné. Két lány, egy gyerekkori barátom, Fáncsi Eszter, egy idősebb kori barátom, ő Majoros Eszter, és van egy nagyon jó férfi barátom, Paculai Béla, ő egy filmrendező. Őt nagyon szeretem, neked őket. Szerintem ő közülük már feltűnne, hogy nem beszélünk. Oldalt, hason, hátom. Oldalt. Megmutatod? Igen. Így, és így. Tehát ez azt jelenti, hogy hátat mutatsz nekem, vagy a barátnődnek? Embryó pózban? Igen, erre most nem gondoltam vele. Embryó pózban? Igen. Igen, még olyan is, hogy kicsit odafordulok, és akkor érzem, hogy már így kényelmetek, ne haragd most, visszafordulok, és akkor ez így el van intézve, és akkor úgy lesz, és akkor négy rám. Jó, ha így maradsz oldalt, akkor elmesélek neked egy történetet, maradj el. Dániában történt, Kopenhágában szintén, kapcsolgattuk a tévét, és találtunk egy ilyen magyar kályha tévének megfelelő csatornát, ahol különböző emberek különböző maskarában, különböző pózokban aludtak. És ez a csatorna, ez este 6-tól reggel 6-ig volt, tehát nyilvánvalóan gyerekes szülőknek lehetett. Én el nem tudom képzelni, hogyha én gyerekkoromban láttam volna egy ilyen csatornát, akkor én attól hamarabb aludtam volna el, de egészen zseniális volt. Ez most így nekem nagyon furi belegondolok, mert a kályha az nagyon tetsz, az, hogy ropogott valami, azt szerintem hatalmas találmány. Én tudod, mi aludtam el régen a sajtóklubra, képzeld, az ATV sajtóklubjára, vagy akkor ATV volt, azt hiszem, és még egy a halakra tudtam még elaludni. Azt nagyon szerettem, mentek a halak. Duna TV? A Duna TV, igen. Ezekre nagyon szépen emlékszem, sok, sok beteg hangra, szép az a célnak volt ez a hangja, arra is nagyon jól el tudtam aludni, meg nem tudom, ezek a okfejtések, olyan lassú volt az egész. Szépen belealudtam. Köszönöm, hogy eljöttél. Menjük fel cipőinket, és... Menjünk. Mennyire foglalkoztat a következő program? Most, ami alatt dolgoztunk, ami alatt itt voltam. Most elszóltad magad. Igen. Hát mert figyelj, de úgy persze, leszem, persze. Tudod, a mai nap úgy volt, hogy reggel elindultam, akkor fényosztó szinkronizáltam, hogy ide tudjak jönni időbe. Tehát ha így vesszük, akkor... De azért ezt munkának nem nevezzük, hogy beszéltem magamról. Annyira foglalkoztat, hogy odaérjek például, de más. Szerintem jó rálunk a tűzbe. Kanyas tűzbe. Nekem megmondom, 40. 43, de az kicsi a lábam, csak a rüsztöm nagy. Akkor nem tudnám felvenni már. Papucsom? Van. Az van. Reggel kimegyél hamarabb pisülni, te vagy a barát? Én. Te? Én. Éjszaka is sokkal többet. Bár most, hogy kevesebb cukrot fogyasztok, képzeld, kevesebbet már mozgóbeivel tudom javasolni. Biztos, hogy összefüggésben van. Ó, igen. De szerintem most prostatáról ne kezdjünk el beszélgetni. Nem az! Tudod, hogy nem sokára nekem kell, mert én még nem voltam. Én voltam, tudom neked elmesélni, figyelj! És azt mondják, hogy 45 felek már járkálni kéne. Ó, én erről tudnék mesélni, de... Mikor felelkeztünk? Szerintem soha, de szűrésekre, ez meg egyebekhez, PSA... Igen. De valamiről beszélgessünk még, hogy ne ez legyen a vég. Nem tudtam, meddig megy. Örültem, hogy eljöttél. Én köszönöm szépen ezért.
hogy...